Hello, jó reggelt és boldog új évet kívánok nektek odahaza a képernyő előtt, és nektek is, akik itt foglaltok helyet. 1990-ben ez az első ÁSZ adás, és folytatjuk múlt évi hagyományainkat továbbra is. Egy-egy vidéki városban keresünk olyan fiatalokat, akik tetteikkel vagy életvitelükkel érdemesnek mutatkoznak arra, hogy bemutassuk őket, mert valamiben kiemelkednek, egyedi látásmódot, értékrendet képviselnek. Ma Szentesen kötöttünk ki a Klauzál utcai iskolában, úgyhogy ide fogjuk várni majd a telefax okmányt, amelyet ma Csepperről küldenek el nekünk öttagú választott diák zsűrink. Továbbra is keresünk tehát fiatal, tehetséges embereket, akik bemutatkozhatnak, mint ÁSZ-jelöltek. Ma is ez fog történni, és közülük egynek, aki majd az ÁSZ lesz, megelőlegezheti a Csepeli diák zsűri az ÁSZ címet. Telefaxon fog érkezni most is, mint mondtam, az adás végén. Amíg azonban ez megtörténik, még pár szót arról, hogy tulajdonképpen mit is fogunk ma látni. Az ÁSZ avató gyakorlatától ma is eltérünk egy kicsit, úgy, mint valamikor egyszer Szombathelyen tettük. Hiszen tavaly májusban fordult elő egyedül az, hogy a helyszínen hozták meg a döntést a akkor még felnőttekből álló zsűritagok, illetve maga a zsűri, és hát akkor elég izgalmasan alakultak az események, minden esetre akik ott részt vettek, mint gyerekek a zsűriben, sehogy sem tudtak szóhoz jutni. Mi azóta is kerestük az alkalmat, hogy biztosítjuk nekik ezt a fellépési lehetőséget, mint díszvendégek, és most elérkezett a nagy alkalom, hiszen itt van köztünk az egyik díszvendég, akit már is bekonferálok. Előtte azonban bemutatom a csepeli zsűrit, íme ők azok, őten, akik vállalják a felelősséget azért, amit majd hoznak döntést, három lány és két fiú. Tehát íme mai első díszvendégünk, aki szentesi lakos, és igaz, hogy még csak 14 éves, de neve már is jól cseng a jazzzene világában. A Molnár Dixielandben dobosáról van szó, a 7 és feledik tagról, Kertész Ákosról. Hello! Ákos, mi volt idáig a legnagyobb fellépés életedben, amit te is ÁSZ teljesítményként tudnál értékelni? Nem sokkal a szombathelyi ÁSZ után meghívást kaptunk Franciaországba a Nyugat-Európai Dixieland Fesztiválra, melyet Sidney Bechet emlékére rendeztek meg, és az ő fiának annyira tetszett a dobolásom, hogy kihívott egy dobpárbajra. Ott több ezer ember előtt? Igen. Hát ez óriási, erre még vissza fogunk térni egyébként. Most azonban engedd meg, hogy bejelentsem másik díszvendégünket, aki egyébként, ha jól tudom, akkor jó barátod, és azért hívtuk meg, hogy a mi életünk se legyen olyan egyszerű. Kérem szépen, engedjetek meg, hogy bejelentsem, itt van közöttünk a világ legrosszabb gyereke, öcsi a sztár, a kis vörös ördög, Monsieur Robert Kovács, vagyis Kovács Robika. Jó napot kívánok! Nem zavarunk? Szóval nem zavarunk, hát ez nagyon kedves tőled, Robikám. Jó lenne, hogyha csendben maradnál és rendesen viselkedni, rendben van? Jó. Akkor legyetek szépen, foglaljatok helyet, jó? Hát ezek a fiatalok, nem lehet velük bírni. Szóval kezdjük már is a bemutatkozást, mégpedig első ÁSZ-jelöltünkkel, akit Fodor Gábornak hívnak. Ő a Horváth Mihály gimnáziumban jár, ami ugyebár Messzeföldön híres drámai tagozatáról. És akik ide járnak, azok lehetőséget kapnak arra, hogy elmélyüljenek a színház történetben, a színház művészetben. Amiben azonban Gábor belevágott, az azt hiszem sok tanárnak talán nem annyira tetszett. És talán fölhúzták szemüljükat, és azt mondták, hogy fiam, hát erre tanítattalak téged? Na hát lássuk, mibe is kezdett Gábor? Kapcsolod be az izét, a jacsot. Jó. Figyelem, figyelem! December 13-án, szerdán este 6 órától a Szentesi Horváth Mihály Gimnázium Dérini Vándor Társulatának vendégjátékára kerül sor művelődési házunk nagy termébe. Bemutatásra kerül a Falu Rossza című három felvonásos népszínű.
Tetszik tudni, hogy milyen darabot fognak bemutatni itt a szentesi azt fiatalok? Mondják, hogy hát valami a falu rosszát próbálják bemutatni. Hát én kíváncsi vagyok, hogy hogy fognak rosszalkodni a faluba. Miért kíváncsi erre? Hát ugye Rényegenében én 43-ba kerültem ide, aztán a fiatalsággal kellett foglalkozni, aztán próbáltam megtanítani őket, hogy hogy kell mozogni, hogy kell beszélni, hogy meg is értsék azok, akiknek előadást akarunk tartani. Mi baj ott van, Jóska? Én gyártmány tudjak, gazdura! Hová van a vasvilával? Göndörre! Miféle göndörre? Arra, aki gazdura volt, és épp azért, mert megfenyegette. Hát mi bajotok van már megint? Majd elmondom azután. Kapott a csepp! Beszélj! Aj, gazdura, bocsássam, erre most már igazán benne vagyok. Alakította az emberek jellemét. Tehát a fiatalokat is megtanítani emberségre. A színházban? Mint a szereplésnél. Én például a szereplőket arra megtanítottam, hogy akkor, amikor itt a jelenetek alkalmával csók következne, akkor legalábbis 2-3 újnyi távolság legyen, mert az, aki ott ül, nem szereplő. Esetleg az lesz annak a leánynak a következő férje valamikor, hogy mán te a színdarabon leégetted magadat. Miért pont egy népszínművet adatott elő a falusiakkal? A népnek az van a közvetlen a lelkéhez, az szól hozzá. És egy olyan színdarab, amit ugye megtárgyaltunk, hogy ez itt jól megy, ez itt megfelelőképpen hatni fog, és ez nevelőleg hat. Hiába a becsületes embert az Isten sose hagyja. Gyerünk! Jaj, csak hogy elő vagy már! Na maga mit keresi fénykintorra? Olyan kell, aki szállodnak? Ó, lát a dolgom után! Nem látja, hogy dolvajokat fogta? A neveletlen népség az akkor kezdett röhögni, amikor ott a színdarabnak megható jelenetet volna. Szóval nem csak a szereplőket kellett, hanem a közönséget is meg kellett tanulni. Egy községben így kellett csinálni a dolgot. Azóta már szebb napokat élünk, és kivéled az igazság napja felettünk. Mindenki a vendége! Na, hát ez volt ma a falu rossza, és te vagy állítólag az iskola rossza, mert hogy te népszínművekkel tájolsz, és nem pedig valami egészen mással, akár Molière-rel, vagy valami ilyesmivel. Drámai tagozaton ez bűnnek számít? Nem számít bűnnek, ezt a társulatot tavaly hoztuk létre, és teljesen magunktól csináltunk mindent, a díszletezéstől, a szerepe kiosztásától a darabot mi hoztuk meg, és így jött létre ez a darab. Nem számítok az iskola rosszának, nem szoktunk így az iskolában szelektálni, hogy most népszínművel tájol valaki, vagy klasszikus darabban. Egyébként nincsen még egy társulat, amelyik tájol, csak mi vagyunk így, hát nincs kivel összehasonlítani, illetve összemérni. Konkrétan mi mennyibe kerül? Tehát ez az előadás mennyibe kerül? Ez az előadás személyenként 350 forint, plusz az úti költség, de 400 forint az úti költség. És mondjuk egy másféle műsor, milyen kategóriák vannak még? Tehát azt csak helyben vállalatoknál szoktunk, ugyanez az, illetve 2 és 3 fős csoportban. A 3 fős attól változik, hogy milyen alkalomra, illetve a 2 fős is, milyen alkalomra, milyen vállalatnak. Hát a télapú műsor volt, nőnapi műsort adtunk már elő nekik, március 15-ét. Magyarán ki lehet hívni a társulatot, hogyha van egy ünnepés, egy vállalat, vagy egy cég, egy intézmény, vagy egy iskola műsort akar? Igen, szóval ez nem a társulaton belül működik, csak van a társulaton belül olyan ember, aki abban is részt vesz, és abban is működik. A népszínű egy picit talán mondhatni azt, hogy egy kicsit egyszerűbb műfaj, és sajátosan magyar műfaj. Miért pont ezt választottad? Mindenképp azt akartuk, hogy vidéki színpadokon játszhassunk, és ehhez meg kellett találni azt a műfajt, azt a darabot, amivel elfogadnak bennünket, és amire igényt tartanak. És amit megértenek. Hát, és amit megértenek. Ezt miért nem mondod? Nem. És nem tartják úgy az iskolában mondjuk a vezetőség, hogy te árulod vagy elárulod a színház művészetet, vagy amit ott tanulsz? Hát nem, szemembe még nem érkezett ilyen.
Fodor Gábor, átjelölt színtársulati igazgató. Hagyományainak megfelelően ma is a város diákjai készítenek ajándékokat a leendő ásznak. Két fafaragó mesterünk érkezett, Faragó Mihály és Szörfi Attila, akik maguk is lehetnének akár ászjelöltek, olyan szépen dolgoznak, de most azt ajánlották föl, hogy inkább ajándékot készítenek. Te mit hoztál? Mi ez a csodálatos dolog? Ez egy életfa, melynek alján a szív van, a szeretetet jelképezi. Ezek a kerekmotívumok, a rozetták egy-egy családtagot jelképeznek. A legtetején a legnagyobb rozetta a családfőt. Mennyi ideig tartott, amíg ezt sikerült kifarigcsálni? Ez 2 napig. Hát akkor ez elég jó kis meló lehetett. Igen. Egy gyorsan dolgozol egyébként? Nem mondhatnám. Nem, hát akkor annál inkább nagy értéke van ennek. Téged arról kérdezlek, hogy mi ez a csodálatos harci eszköz, amit hoztál? Egy mángorló. Régebben ebben vasaltak, a ruhát egy nyújtófára feltekerték, és ezt tologatták rajta. Itt a másik oldalát is mutassuk meg, mert jó kis recés, nagyon szép, gyönyörű, óriási. Hát ez most engem meg is lehetett, megmondom őszintén, úgyhogy nem tudom megállni, hogy ne osszam meg veletek versezetemet, mely népies, ám de igen veretes. Kite mángorlóval csapnak kupán, nem jó, mert másképp kezdem. Ha egy mángorlóval csapjuk kupán, ki haragot szított, nagyot, annyit mondhatna el csupán, hogy ő bizony ráfaragott. Elnézést kérek. A vers, köszönöm szépen. A vers mindegy, kinek után, gyorsan megnézzük, hogy mi készül még a 603-as ipari szakmunkás képző tanulói, valamint a Barta János Kertészeti Szakközépiskola tanulói készítenek ajándékokat. Na, gyorsan megnézem, hogy micsodán. Bocsánatot kérek. Igen, ezt most lemelózzuk, mert egy áremelés előtt ez mi. Na, jó lesz, ez rendben van. Ez majd elkészül nem sokára. Ott pedig a gyönyörű virágok állnak az asztalon. Ha jól látom, akkor gerberák. Igen, de hát ezt most én nem fogom megkóstolni, hogyha megengeditek. Úgyhogy menjünk már is tovább. Igen, ez az a virág. Szóval, lépjünk tovább, ahogy következő ászjelöltünk is ezt tette. Megpróbálom lenyelni a falat. Manapság igazán nagy tehetségre való, hogyha valaki sikeresen tud váltani időben. Mondjuk ez igaz a politikára is. Egészségemre. De igaz például a táncra is. Következő ászjelöltünk, Vas Gábor, jó időben tudott váltani, hogy miről mire, ez majd most kiderül. Ez mit szólsz? Hogy lett belőled breaktáncosból steptáncos? Tulajdonképpen csak maga a tánc változik meg, tehát maga az előadásmód, de a ritmus és a zene az megmarad, és tulajdonképpen mindegy ez, hogy milyen tánc, csak ritmus legyen benne. Nem néznek téged nagyon rossz szemmel a brékesek, hogy ott hagytad őket? Aztán most nagyon messze vannak tőlem ahhoz, hogy rossz szemmel nézzenek, de végül is ez egy teljesen más műfaj, tehát nem hiszem, hogy rossz szemmel fognak emiatt nézni. Szükségem van a táncra, és ez is egy előadásmód ahhoz, hogy meg tudjam valósítani magamat. És ezt nem értik meg, hát... A break után miért a step táncot választottad? Hát azt hiszem, hogy a break az egy nagyon klassz játék. Persze van, akinek nem játék, van, akinek az az élete, de nekem egy próba volt arra, hogy tudom a színpadon megoldani a táncot, magát a táncot. És tulajdonképpen egy olyan táncra váltottam ezzel a steppel, ami egy kicsivel talán komolyabb, magasabb színvonalú előadásmódot kíván. És azt mondom, hogy ez egy kicsit színpadiasabb tánc, mint maga a break. A break az maradjon az utcán. Aki pedig úgy gondolja, hogy színpadra viszi, azt tegye, de az a step az más. Michael Jackson forgás, nem pedig az, amit én ide képzeltem. Nagyon jó, de most ezt hagyjuk ki, jó? Ez egy színpadi szám, ez nem utca jelenet, ahol hozzá fogunk brékelni. Nagyon szép a brék, én is csináltam, nagyon tetszett, amit csináltam, szerettem is, de most itt steppelünk, nem pedig brékezünk, oké?
Sándor, ászjelő, szettáncos. Mondj csak, Robikám, te ehhez mit szólsz? Hát természetesen van véleményem. Üljél le szépen, most már többet ne kopogjál, ne kotyogjál, ne totyogjál, inkább válaszolj a következő kérdésemre. Láttalak nemrég egy műsorban, garázdálkodtál mikrofonnal a kezedben, aztán a kölyök időben, és ezzel kapcsolatban szeretném föltenni neked azt a kérdést, hogy végül is hol kanrád a bényég, mikor nem tán nyésség, és hogy ezen kívül aki nem az igen? Hát erre azt tudnám válaszolni, hogy jaj, rimmes gárival, de szerintem ez természetes. Szerintem most akkor szégyed magad, és maradj továbbra is csöndben, hát ezekkel nem lehet bírni, ezekkel a fiatalokkal. Mi pedig menjünk tovább, következő ászjelöltünk következik. Természetesen az elmúlt évben sok olyan fiatallal találkoztunk, akik verseket írtak. De csak most hozott össze a sors minket olyan valakivel, aki nem csak a versírásban járatos, hanem a számítógépek világában is. Kilobájtok és programok, rímek és verslábak. Gulyás Zana Lászlóval a tavaly márciusi esztergomi ász, a Rozgonyi Miklós készített debütáló riportot, tehát újabb ászjelöltünk, Gulyás Zana László. Szentes egyik legnagyobb emeletes házán, a 9. emeletén laktok. Hogyan látod innen felülről ezt a várost, a te városodat? Minden jellemzője megvan, ami a magyar provincializmuson belül a vidék provincializmusában megtalálható. Tehát ugyanúgy megvan az értelmisége, mint más helynek, csak ugyanúgy korlátok közé kerül, mint bárhol. Itt a lakáson belül is ugye elég szűk a hely a te életterednek. Van egy íróasztalom, ahol olvasni és írni szoktam, és egyéb ilyen, meg tanulni, tehát egyéb ilyen kötelező jellegű dolgokat. Azon kívül, ahol a számítógépeim találhatók, ez egy másik asztal, ahol a programokat szoktam készíteni. Régóta vannak már számítógépeid? Igen, elég régóta, tehát úgy 85-től kezdve körülbelül. Mégis a számítógéppel való foglalkozás és az irodalom, az két külön világ. Benned hogyan fér ez meg egymás mellett? Nem érzem, hogy nagyon különböző lenne. Ami a számítógépek hatása volt rám, az mindenképpen az, hogy
gondolkodásom egy kicsit racionálisabb lett, mint az előtt volt, és ez ugyanúgy megmaradhat az irodalomban is. És nem érzem, hogy ez a két dolog kizárna egymást. Tegnap este itt járt a remény, üres folyosón kongtak léptei. A megfagyott nap felengedett kissé, és megvilágította képeit. A megfáradt festék olvadni kezdett, s lefolytak róla könnyeit. A vöröslő patak ridegét törte a nap besütő fényeit. A lomha cseppek végigfolytak unásig ismert testeden, majd lassanként túvá fagytak sietve mázolt képeden. A folyosó léptek, kongtak, valaki ismét távozott. Megszokod arcod a foltoktól ismeretlenné változott. Tegnap újra mellém ült a remény. Este egy megfagyott nappal után csak ültünk és beszélgettünk újra. 17 évnyi üres élet után. Neked volt egy olyan programod, amivel igen szép eredményt értél el egy versenyen. Igen, de az nem erre a számítógépre készült, de... Értem, tehát több számítógép is van. Igen. De milyen verseny is volt ez? Ez a Mikromagazin és a Garai János gimnázium, Szekszárdi Garai János gimnázium által kiírt verseny, országos verseny, ezt már 6. éve rendezték meg. Ez egy komoly verseny, és ez egy komoly eredmény volt. Ez már nagyon... Ez már komolyabb. Igen, nagyon gépközeli nyelv, tehát már akik profi számítástechnikusok, azok is kicsit tisztelik azt az embert, aki eszemlővel programoz. Te profinak tartod már magad? Nem tartom magam profinak, csak olyan embernek, aki már annyit megtanult a számítógépről, hogy tudja, hogy mennyire el lehetne benne menni, és tudom, hogy én mennyire nem mentem még el benne. Miközben te ilyen szép eredményeket érsz el a számítógép programjaiddal, és az ember tényleg azt hinné, a társadalmi azt hinné, hogy egy boldog, vidám ember vagy, akinek sikerei vannak az életében. Ezzel szemben a te verseidben halálról, apácákról, álomképekről, temetőkről, magányról, félelemről, éjszakákról, őszről, szóval csupa ilyen szomorú dolgokról írsz. Most hogy van ez? Tükörszoba. Az élet börtönébe zárva, megdöglünk itt a halálra várva. Képeim a falon, apácák lépte egy szürke lépcsőfokon. Hát ez biztos ilyen kamaszkori kortünet, hogy én abszolút nem vagyok megelégedve magammal, és a belső világommal, és ezt próbálom kifejezni ezzel a problémáimat, amivel itt találkozok. Van egy versed, azt szeretem ebben a versedben, hogy a külvilág belép az életedbe, hogy belépés az életembe, azt hiszem két kor között Magyarországon. Szerintem ez a refrénje a versednek. Te hogy éled meg ezt a belépést? Szóban, most prózában. Hogyan lép be a te életedbe a külvilág? Az úgy, ahogy egyébként kedvenc tanárom szavaival élve, hogy ami most Magyarországon történik, arra már csak azért is oda kell figyelni, mert 30 év múlva ezt valószínűleg történelemkönyvekbe fogják tanítani, és kínos lenne, hogyha az unokámnak például könyvekből kéne idéznem, hogy mi történt. Tehát fontosnak tartom azt, hogy ami most történik, arról én napra készen tudjak véleményt mondani, és ezt 30 év múlva meg tudjam ismételni. Bujás Zana László, átjelölt. Robikám, mit szólsz ehhez a teljesítményhez? Hát csodálatos, és tényleg fantasztikus, hogy ilyen korban az ember egyaránt értsen a számítástechnikához és a versíráshoz egyaránt, de én még nem vagyok ennyire borulátó. És hogyha sikerül nekem a színészi pálya, akkor én vidám szerepeket szeretnék eljátszani. Atya Isten, látom előre a magyar film Kis Vörös Ördögét Robikában. Hát ezt majd együtt átéljük, ha minden igaz, és mit szólnál ahhoz, hogyha most pihenésképpen egy kis zenével folytatnánk? Rendben.
Köszönjük szépen. Akkor most tekintsük meg azt a zenekart, amely már egyszer föllépett éppen akkor, amikor te is ott voltál velünk Szombathelyen, és akit azért hívtunk most le, mert megszavaztattuk a szentesi diákokat, kit szeretnének legszívesebben látni az Ász színpadán. Ez a zenekar az Exotic, a dal pedig Addig legyetek boldogok! Kacagás leti be az osztályt. Itt most nem életóra van, mert az életnek ára van. Hé, kis kisasszony, milyen buli ez a suli, hogy kertelnek a srácok, de az is lehet, hogy udvarolna, s te mindig az igazit várod. Mekkora bibircsúk nőtt a matek tanár homlokán. Kaptam egy egyest is vissza kézből, gratulált érte az apám. Filigrán nő a stuccolt kontya, fizika tanár és szigorú. Udvarolnék, hogy ne bukjak meg, a bökkenő az, hogy homorú. Legyetek boldogok, amíg a föld forog, és az iskola padot nem nőtte ki még a lábatok, hát legyetek boldogok. Addig legyetek boldogok, amíg a föld forog, és az iskola padot nem nőtte ki még a lábatok, hát legyetek boldogok. Dezsőke, holnap a ritka tallé. Tudod, hogy nem vagy egy kimondott zseni, de jó szakma a böböböllér. Még ötöt alszunk a padra dőlve, s kezdjük az osztály kirándulást. Stikában szívjuk a cigiket, de Marlborót és nem munkást. Felborozzuk a kólát, s hátra dőlünk a széken. Orosz tanár nőtt mámorban, legalább egyszer lássuk szépnek. Addig legyetek boldogok, amíg a föld forog, és az iskola padot nem nőtte ki még a lábatok, hát legyetek boldogok. Addig legyetek boldogok, amíg a föld forog, nem nőtte ki még a lábatok, hát legyetek boldogok. Addig legyetek boldogok, amíg a föld forog, és az iskola padot nem nőtte ki még a lábatok. Addig legyetek boldogok! Ez volt az Exotic együttes. Robika már rendkívül boldog, mint főétek fogó. Légy szíves, maradjál már egy kicsit nyugodtan, mert nem marad semmi az ászjelölteknek. Rendben van?
Igen. Na azért, és ne egyes sokat, meg úgy jársz, mint igen, és akkor végigköhögjük az egész műsort. Szóval nézzük meg a következő átélő csapatot, hiszen egy csapat következik. Erre felé állítólag nagy divat az erőfitoktatás. Nos, néhány szentesi fiatal összeállt, hogy felesleges energiájukat és erejüket ne a szokványos módon hasznosítsák. Ismerkedjünk meg tehát Golyóval és csapatával. Itt az edzőteremben te vagy a Falka vezér, vagy mi a te státuszod? Hát azt hiszem, hogy nem Falka vezér, mert ilyen nálunk nincsen, de hát egyik alapító tagja vagyok ennek a testépítésnek itt Szentesen, az első köz sorolnám magam. Hát azt hiszem, hogy legidősebbek közé is tartozom. Általában kikérik a fiatalabbak a véleményemet. Több, elég sok könyvet elolvastam már ebben kapcsolatban, és hát úgy edzésprogramokat közösen állítjuk össze. Szóval nem úgy választjátok ki magatok közül a legmerőbbet, kinek legvastagabb? Mármint a bicepsze? Szóval nem biceps alapján választjuk ezt ki, hanem inkább úgy, hogy erőfelméréseket csinálunk itt. Ki mennyit bír, mindig nyomunk egy csúcsot. Ez általában március körül van, akkor legerősebb itt a társaság. Télen van idejük felhízni, megerősödnek, nyáron pedig készülünk a strandra. Egy középiskolás fiatalember számára, elég ha csak a tantervekre gondolunk, elég nehézség akad az életben. Az önfia mégis mázsás súlyokat cipel a vállán. Mit szól ehhez? Hát én ennek nagyon örülök, annál is inkább, hogy ez a gyerek jó tanuló, jó sportoló kisfiúként indult. Amikor egyszer rosszul lett, elveszítette az eszméletét, megállapították, hogy epilepsziás. Egymás után szedte a nyugtatókat, altatókat, barátai nem voltak. Az osztálytársai kicsúfolták, kigúnyolták, megverték. Következett a kórház, több héten keresztül kórházban volt, 46 kilóra lefogyott. Következett a komputer tomográf, megállapította, hogy agydaganata van. A gyógyszerek már nem hatottak, minden éjszaka rosszul volt. És akkor azt mondták, hogy nincs más mese, meg kell operálni. Vállalta az operációt. Azt mondta, mindent vállalok, csak egészséges lehessek. Tomboló vihar volt azon a napon, amikor az operációra sor került. Akadozott a vérellátás, az orvosok és az ápolók adták össze a vért az operációhoz. 5 napig volt az intenzív osztályon, amikor azt mondta, hogy nem bírom tovább. Kibírta, amint látjuk. A műtét után 1 hónappal lejött ide az edzőterembe, azóta minden nap, nincs olyan nap, hogy ne legyen itt. Nem megyünk el nyaralni, üdülni, mert azt mondta, hogy egyetlen egy edzés nem lehet kihagyni. Naponta 2 óra hosszát, 2,5 óra hosszát van itt. Tehát ez a bizonyíték arra, hogy nagyon örülök neki, hogy itt van, mert ennél jobb helyen nem lehet. Azon kívül, hogy bodybuilding-eztek, bocsánat, lehet rosszul mondom, hogy testkultúrát folytattok itt, emellett szoktatok szkanderozni is? Természetesen, mikor vannak versek, akkor mindig kapunk egy meghívót, általában nem időbe, úgyhogy 1-2 hetünk marad a felkészülésre. Hát egyszer elég, egyszer nem. Hát például Pesten ott elég jól sikerült a szereplésünk, a csapatbajnokságot megnyertük országos szinten. Ez egy nagyon fiatal sport itt Magyarországon. A nyugaton ez már tombol, azt hiszem filmeken is lehetett látni. Hát azt hiszem, hogy testépítés után, amit behoztak, ez is egy fiatal sport,
Ez most fog kialakulni, én szerintem. Ha magyarán szóval, hogyha valaki Szentesre jön, akkor talál egy olyan szkander csapatot, ahol érdemes edzeni? Igen, igen. Én azt hiszem, hogy itt már régóta hagyomány ez, amit én is régóta üzek egész gyerekkorom óta, mert divat volt itt mindig az erőmutogatás a fiatalok körébe. Én úgy hiszem, hogy itt Szentes nem van szégyen bármilyen színvonalú versenyen itt az országban. Amit be is akarunk itt bizonyítani, februárban akarjuk megrendezni a következő országos bajnokságot itt, Szentesen. Egyelőre kialakulóban van, de bízok benne, hogy a színvonal nem fog elmaradni a budapestitől. Átjelöltjeink, Golyó és csapata! Történetüknek még nincsen vége, hiszen amott látok közeledni egy nagyon erős embert a folyosó végén, mint komor bikája, olyan a járása, mint a barna éjfél szeme pillantása. Hát csak nem összeroppan a rúd vas kezében, hogy úgy mondjam, sok szeretettel köszöntelek, Fekete László az ország erős... Az ország erős embere, erőizom. Szóval, hogy is volt ez a világbajnokság, ahol ötödik helyezést értél el? Mit kellett ott csinálni? Augusztusban utaztam ki Spanyolországba egy ötnapos világbajnokságra, ahogy mondtad, ötödik helyezést értem el. Ott 6,5 tonnás kamiont húztunk kötélen időre, 120 kilós golyót 90 másodperc alatt kihányszor aki a vállára. Nagyon nagy erőpróba volt. Természetesen a fizikai erő kevés, mert anyagi, vagyis segítségek kellettek, amit nekem Dorogon nagyon örülök annak, hogy mindent megadnak. Például a Csuha András, a Dorogi Bányász ügyvezető elnöke, nagyon kedves hozzám és készségesen segít mindenbe. És Dorogon van egy szolgáltató üzem, a konténer előgyártási osztályának Udvardi János vezetésével mindent megkapok tőlük. Szóval annak, akik segítenek, most hoztál nekünk három mutatványt. Ebből az első, gondolom, ez a kis hitvány rudacska lesz. Mit fogsz vele tenni? Hát ezt a hitvány rudat, ahogy mondod, ezt most megpróbálom egy kézzel vízszintesen kitartani. Jó, tehát mint Toldi Miklós, és egy kicsit arrébb megyek, és Arany János szavaival próbálok közvetíteni. Kérem szépen, azzal a nehéz fát könnyedén forgatja, mint csekély botocskát könnyedén végénél ragadja, hosszan egyenesen tartja félkezével, mutatván az utat, Budára tér el. Hova fussak, nem tudom. És mintha vassá volna karja maga válva, még csak... Megserezzen. Hány méter? Vízmértéket nem. Ja, víz nem, azt nem. Köszönöm szépen. Hát ez őrület, őrület. Leszédülök a színpadról. Ezután azt hiszem következik, ami még nem volt legalábbis az ász színpadán. Ez az apró kis kavics itt most mindjárt föl fog repülni. Repül a nehéz kő, ugyebár. Jó, hát akkor most készüljünk neki. Kemény ember, ez most nem akármi lesz. Ezt manapság úgy mondják, hogy nem semmi. Laci Nádor annak idején úgy mondta, hogy ember ez magáért. De hát ne dobálozunk a szavakkal, mert még valami baj lesz. Koncentrálunk. Várja, most van meg! Megvan a három piros lámpa ég, elfogadjuk a gyakorlatot. Ne, tegyük le, mert még valami itt elgurul, aztán a lábam kicsi átalakul. Köszönöm szépen, és a harmadik gyakorlat, amelyik a világon egyedülálló és most ősbemutató következik, egy 20 kilós súlyzót fog Fekete László úgy fölé engedni ennek a hát, rekvizitumnak, hogy fentről lefelé engedi. Na most, ami a dologban a kellemetlen, hogy itt 220 voltos áramfutkos, tehát hogyha hozzáér, akkor enyhén szólva megrázó élményben lesz része, és azt hiszem az áramról elmondhatjuk, hogy azon kevesek közé tartozik Magyarországon, akik megüthetnek téged annélkül, hogy bármi bajuk lenne. Na jó, akkor most jöjjön, aminek önnie kell. Nagy volt a feszültség bennem, kapcsoljuk ki, jó, mert én félek azért, hogy még engem itt ez megráz. Azonban amiért igazán megkértünk, hogy elgyere, az az előző történethez, Golyó és társai történetéhez kapcsolódik, hiszen ők szkander bajnokok ebben az országban. Mondj csak, hajlandó lennél legerősebb tagjukkal kiállni egy szkander meccsre? Hogyne, hajlandó lennék, sőt,
Érdekelne is, mert én ezt a sportot nem üzöm, és a tévébejátszást láttam, gratulálni szeretnék nekik nagyon. Akkor azt még ráérsz, előbb egy kicsit bunyózunk, vagy nem tudom, mit csinálunk. Menjünk oda, és bemutatom neked Sarusi Kis Jánost, aki potom 130 kiló, viszont ehhez képest 18 éves. Ő az ellenfeled, hát akkor most kezdődjön a Skander verseny. Kicsit lazítsunk meg hangot, hangpróbát kérek. Ne csináljátok. Jó, tehát ez a Skanderasztal kiképezve könyököknek minden lehet kapaszkodni. A játékidő, illetve a menetidő pontosan egy perc. Kérem a feleket, kapaszkodjanak össze. Vitéz, adsz a kezed, mondhatni. Ne az enyémet, az övét. Igen. Figyelem, az egy percet mérjük. Hú, itt valami kiduzzat, én ilyet még nem láttam. Na jó. Vigyázz! Nyomás! Lehet biztatni, igen, ez az. Igen, koncentrálnak a fiúk, kicsit kóstogatják egymást, de már azért alakul a dolog. Ennyi erővel a Göcsei Express-t is el lehetne tolni szerintem. Hát húzza, hát... Jajjaj. Most még egy picit, még mindig van egy 20 másodpercünk. Már vörösödnek a fiúk, most jó? Gyerünk, na most húzzam valaki, győzzön, mert szégyelni fogom magam. És most járt le, köszönöm szépen. Gratulálok a döntetlenhez. Lehet lazítani, köszönöm, foglaljatok helyet. És most megkérem Golyó és csapatát, még egyszer álljatok föl, hiszen itt ért véget az ászjelöltek története. Golyó és csapata. Most, hogy elvonult a hadnép hosszú tömött sorban, a különlegesen erős emberek után következzen egy különleges emlékező tehetségű fiatalember. Mondják, hogy ha valaki 3 éves koráig vissza tud emlékezni, akkor az már egy szuper dolog. Most következő ászjelöltünknek, Szűcs Krisztiánnak ez smafú. Ő még sokkal régebbre is visszaemlékszik, többszörösen felülmúl mindenkit, és mint megtudhatjuk most tőle, egyszerre fogjuk látni, hogyan születik egy novella, és hogyan születik az író maga. Születésünk története, avagy egy ikerpár nyüglődései az anyamében. Október 20-a volt. Kezdtem, vagyis kezdtük magunkat úgy érezni, mint a fába szorult féreg. Ezelőtt 4-5 hónappal még kényelmesen úszkálhattunk a magzatvízben, bezzeg most az ujjunkat is alig tudjuk a szájunkba venni. Pedig nincsen nál szebb dolog, mint elmélyült odaadással tövig szapogatni a hüvelyk ujjunkat. Rolanddal, az ikertestvéremmel gyakran duncsizunk. Ilyenkor elég nehezen fordulunk egymás felé, ami sokszor csak úgy sikerül, hogy az én fejem van testvérkém lábánál, és az ő lába az én fejemnél. Ez sajnos nagyon megnehezíti a kommunikációt. Kiki, te fiú vagy? Kérdezte Roland. Várj, megnézem, válaszoltam neki, és nem törődve az illemszabályokkal, testvérem jelenlétében oda nyúltam. Nagyon meglepődtem, mert azt vettem észre, hogy fiú és lány is vagyok egyben. Te Roland, én mutáns vagyok, súgtam oda testvérkémnek. Hogy mutáns? Rángatózott igen nagy intenzitással Roland. Csupán úgy, hogy lány és fiú is vagyok. Az a köldökzsinórhoz hasonló valami megvan, de az a két tojás alakú dolog hiányzik alóla. Válaszoltam kétségbe esetten, mivel Roland mély meditációba kezdett, teljes súllyal rám tehénkedve. Rolandkám, jó lenne, ha nem rajtam meditálnál, mondtam mérgesen. Nem véletlenül voltam haragos, Roland ugyanis termetben és súlyban mérve is jócskán túlhaladott engem. Gyakran szoktunk gunyózni emiatt. Ilyenkor lehúztuk a burokcipzárt, amiről még a mai napig sem tudják az orvosok, hogy létezik, és ahogyan köldökzsinórjaink engedik, úgy próbáltuk elérni, majd kékre-zöldre verni egymást. Természetesen ezek a bunyók nem igazán komolyak, és mindig baráti űszapogatással fejeződtek be. Kiki, egy nap és meg kell születnünk. Anyuci is ezt mondta. Hallottam, számogatott az ujjáról Ant. Szerinted hogy néz ki, anya? Kérdeztem kíváncsian. Szép kopasz a feje, olyan, mint az enyém, nagy kerek a szeme, olyan, mint az enyém, hosszú-hosszú a köldökzsinórja, természetesen az is olyan, mint az enyém. Te búta, világosítottam fel testvéremet. A felnőtteknek van hajuk, és nincs köldökzsinórjuk. Apának sincs köldökzsinórja? Csodálkozott Roland. De azt hiszem, neki van, csak sokkal rövidebb, mint a miénk. Ekkor abba hagytuk a beszélgetést, mert nagyon megéheztünk. Én szokásomhoz híven 3-szor megrángattam a köldökzsinort, és ezután pár perccel már érkezett is a friss étel.
Rolandnak mindig több ennivaló érkezett, sosem tudtam megérteni, hogy miért. Lehet, hogy neki jobb volt a taktikája. Ő úgy kérte az ennivalót ugyanis, hogy megpengette a köldögzsinort. Talán Anyuti szervezete művészi lelkületű volt, és jobban szerette a lágy köldögzsinor zsongással kérik tőle az ételt. 1973. október 21-e. Valami számunkra ismeretlen, új erő szállt meg bennünket. Éjjel 11 óra volt, és nem tudtunk mit kezdeni magunkkal. Már régen aludnunk kellett volna, de egy igencsak erős valami tolt bennünket lefelé, ki innen, erről a helyről. Rugdalozni kezdtünk, és azon vettük észre magunkat, már mi is akarjuk, hogy végre kint, valahol máshol legyünk. Éjjel 11:30-kor hangokat hallottunk kívülről. Anyuci és ott többen is valami doktor urat emlegettek, és felülről valaki megtapogatott bennünket, pontosabban anya hasát. Mindjárt jön, nyugodjon meg, mondta. Ez nincs eszénél, mi az, hogy jön, miért nem jönnek? Mi ketten vagyunk. Ekkor eldöntöttem, hogy én kimegyek innen. Mentem is volna lefelé, illetve kifelé, de Rolandnak is pont ez volt a szándéka. Most is bunyóztunk, de úgy éreztem, hogy ez már életre halálra megy. Ekkor valami nyíláson sikerült kidugnom a fejem. Ki akartam nyitni a szemem, de képtelen voltam rá. Furcsa, savanykás szagot éreztem. Hangokat is hallottam, női hangokat és egy férfiét. Ekkor valami érdekes dolog megfogta a fejemet, és húzni kezdtek. Szerencsére nem fájt annyira, mert én is toltam, rugdostam kifelé magam. Gondoltam, ha kileszek, széttörök mindent, és mindenkit az engemért összes sérelemért. Látja, már vége is van. Nem is volt olyan nehéz, mondták anyának. Hé, Roland még benn van, kiabáltam zokogva. És mintha megértették volna, amit odasírtam nekik, őrült igyekezettel elkezdték ugyanazt Rolanddal, amit velem csináltak pontosan 15 perccel ezelőtt. Negyed óra múlva már javában beszélgettünk egymással. Később kiderült, hogy mind a ketten fiúk vagyunk. Roland 20 centivel magasabb, 15 kilóval nehezebb, de én 15 perccel idősebb vagyok. Szűcs Krisztián, átjelölt. És most pedig újabb pihentetők, éppen egy kis dobsó következik, mert megígértük ugye már a fiataloknak, hogy ma szóhoz jutnak, hát szó az nem lesz, de dob az lesz. És mivel Ákos már párbajozott Franciaországban, de itthon még senkivel, ezért meghívtunk majd nagyon kedves pop személyiséget, akit inkább mint énekest ismerünk, de most dobolni fog még hozzá Ákossal, Szikora Robert! Hello, Robi! Urak, ismerjék meg egymást! És legyetek szívesek, mint párbajhősök hátat fordítani egymásnak, ahogy az illik, és adott jelre csettinteni fogok elindulni a helyetekre. Most! És ők akkor most párbajozni fognak a piros sarokban Szikora Robert, a szürke-fehérben pedig Kertész Ákos.
Megállapítom, hogy a párbajozók sértetlenek, vér nem folyt, és felhívom a csepeli zsűri figyelmét, hogy nagyon figyeljenek, mert utolsó ászjelöltünk következik. Azt mondták nekem itt Szentesen, hogy nem illik elhagyni a várost annélkül, hogy az ember egy jó kis vízipólót megnézem. Nagyon nehéz vagyok? Bocsánat. Szóval, mi nem is mentünk el, találtunk egy kiváló vízipóló játékost, aki a válogatott tagja, világkupában is nagyon sikeresen szerepelt, hiszen első helyezést értek el a csapattal. Termetre igen tekintélyes a vízben is, és a szárazföldön is, és hatalmas gólokat tud dobni, sőt még a kapufa is reszket tőle, de azért azt kell, hogy mondjam, ászjelölt létére van benne valami nőies. Annék, hogy bizalmaskodni akarnék, ide tennéd a kezedet egy picit? Aha. Jó. Hát szóval szép, na a kesztyümet odaadhatnám neked. Mondd, muszáj női vízilabdázónak mindenének ilyen nagynak és erősnek lennie? Azt hiszem nem. De nem árt, hogyha jó alkat van, jó nagy darab az embert, mert sokkal több mindent... Közben megfürödsz. Sokkal több mindent képes megcsinálni a vízbe, ha erősebb, jobb testfelépítése van. Azt hiszem, ez nem hátrány, hanem inkább előny. Uh-huh. Hetente hányszor jársz fodrászhoz? Hát voltam 2 héttel ezelőtt, raktak be a jert a hajamba, de mire hazamentem, nem volt benne. Úgyhogy a víz kicsit tönkre teszi, nem lehet nagyon fodrászkodni, mert nem éri meg. Hogy lehet ezt a férfias sportágat összehozni a női életmóddal? Az az igazság, amikor megalakult, nagyon féltem lejönni, mert az edzőm olyan szigorúnak, mogorvának tűnt, és aput küldtem le. Apuval beszélt Gyula, le kellett jönnöm egy délután, be kellett mutatnom, hogy hogy tudok gyorsan úszni, és akkor mondta Gyula, hogy hát akkor jelenjek meg, és jöjjek úszni, vízilabdázni. Hát az első 2 év az nagyon nehéz volt, mert elég rosszul úsztam, kicsit be kellett pótolni a lemaradást. A labdatechnikám az tűrhető volt, és azt hiszem, hogy 87-ben, mikor megnyertük a bajnokságot, országos bajnokságot, akkor dobtak be a mély vízbe, lehet ezt mondani, mert volt Franciaországban a BEC, a bajnokcsapatok Európa kupája, amire mi is mentünk be, hogy elsők lettünk, és ott minden meccset végig kellett játszanom, tehát innen indultam föl a lejtőn, aztán még nem tudom, hogy fog tovább menni. A lejtőn nincs megállás, úgyhogy ki tudja még, mi lesz belőled. Válogatott lettem 87 telén, azóta is az vagyok. Hát a legszebb érem talán, amit idáig kaptam, az első az, hogy az OB-t megnyertük, OB1-et, az első helyezés, utána pedig, amit Új-Zélandon rendeztek meg világkupa, ami második helyezést ért el a válogatott csapat. Hát azt hiszem, hogy nagyon kevesen mondhatják azt el, hogy ilyen fiatalon, ilyen szép helyekre eljutott az ember. Na, hogy fogadtak téged a felnőttek? Hát azért mégiscsak akkor 16 vagy 17 éves voltál. 17 éves koromban kezdtem. Volt, aki azt mondta, hogy jó, hogy csinálod, volt, aki meg azt mondta, hogy nem nekem való, hogy fogok kinézni 18 éves koromra, mert akkora leszek, mint egy ház, stb. Nem tudom, én azért örültem, hogy ezt választottam, mert amit idáig az életemben elterveztem, az úgy össze is sikerült minden. Még idáig. Hát végül is nem tudom, hogy akkora vagy-e, mint egy ház, de azért gondolom elégedett vagy magaddal, viszont hadd kérdezek valamit. Igen. Ez a fürdőruha, ami rajtad van, egy kicsit szakadozott. Nem tudsz egy újat venni magadnak? Hát az az igazság, hogy kaptunk egy fürdőruhát az egyesülettől, de ebbe a vízbe 1 hónap, 2 hónap is tönkre megy, mert a gumírozását teljesen kieszi. A válogatottól kaptam ezt a fürdőruhát, hát nem tudom, én nem engedhetem meg magamnak, hogy 2000 forintos fürdőruhákat vegyek magamnak. Az, hogy a többi az hogy csinálja, vigyáz rá, nem tudom, de... Tehát miért? Hát az ember úgy képzel, hogy egy ilyen sportolónak azért van rendesen pénze. Hát ezt azért nem lehet így mondani. Nagyon kevesen támogatnak minket, és úgy kell megélnünk, hogy biztosít van az uszoda, kapunk labdát, többi már a mi dolgunk. És szokták mesélni a férfi vízilabdázók, hogy néha letépik egymásról a gatyát menet közben, ez nálatok nem fordul elő? De elég sűrűn, és ez a baj, hogyha letépik, akkor azt már nem lehet normálisan használni, mert meg tudnak benne kapaszkodni, sokkal könnyebben szakad tovább. És ma megbocsássani, akkor hogy mész ki a vízből, hogyha mondjuk itt letépik? Gondolom, a fiúk azért kijönnek, és akkor nézelődnek, nem? Nem, általában kérni szoktunk kintről a fürdőruhát, ha nem az enyémet, egy másikat, ha van. Fölveszem a
másik dresszel, és akkor két dresszbe lavírozok a vízbe, ami azért elég nehéz, mert két dressz szívja fel a vizet, nem egy, és nagyobb súlyt kell vinni az embernek. Azon kívül, hogy lejársz ide vízilabdázni, ugye sportállásod van, és közben estén tanulsz, igen. Ezen kívül mit csinálsz még? Az az igazság, hogy a sportállásom nem valami fényes, nem sokat keresek, és meg kell oldanom magamnak azt, hogy ruhám legyen. És olcsóbb, ha veszek egy anyagot, megvarrom magamnak, mintha megveszem boltba 2000-1500 forintért. 600 forintból simán megbírok venni egy inget, vagy egy szoknyát. Szóval kijön olcsón is. Meg elfoglalom magam, szeretek főzni, sütni, kertbe egy kicsit tevékenykedni. Majd a továbbiakban olyan helyre szeretnék tovább tanulni, hogy a kézzességet tudom majd hasznosítani. Vagy bőrdíszművesnek, vagy ötvösnek. Hogyha ez nem sikerül, akkor varrónőnek, és utána megpróbálom a tervezői szakot, divattervező. És közben vízilabdázni is? Hát remélem menni fog mellette. Szeretném azért még csinálni egy jó ideig. Volt olyan válogatott társam, aki 31 éves korában is ugyanúgy játszott, mint mi. Két gyereke volt, ha ő meg tudta csinálni, akkor azt hiszem más is, meg én is meg tudom csinálni ezt. Rónaszéki Ildikó, ászjelölt, Lesehű Ildikó, mert mindjárt átadjuk az ászlanőröket. Megkérem a csepelieket, hogy hozzák meg a döntésüket, mi pedig addig lássuk, hogy kik voltak mai ászjelöltjeink, tehát most visszafele. Rónaszéki Ildikó, a vízibombázó, köszönöm szépen, hogy segítettél. Robika szervírozza neked a tallérokat, Robikát meg Fekete László szervírozza. Szűcs Krisztián, köszönjük, hogy segítettél szándékunkban. Mondd csak, emlékszel arra is, hogy tegnap mit ebédeltél? Mert hogy emlékszel arra, mikor születtél, az rendben van. Emlékszem még. Na, mi volt? Rántott hús sült krumplival. Na hát ezt nehéz volt eltalálni. Golyó és csapata, köszönjük, hogy segítettél szándékunkban. És még egyszer, ugyebár legközelebb Skander verseny februárban itt Szentesen. Igen, természetesen várom mindenkit az országba. Helyes, a kihívó csapat, tehát Golyó és csapata. Köszönjük. Gulyászdana Lászlónak is köszönjük szépen. Mondd csak, örülnél egy szőke szép múzsának, aki egy kicsit jobb kedvre tudna deríteni? Lehetséges. Oké, akkor szőke múzsák jelentkezését várjuk. Köszönöm, Vas Sándor, gratulálunk. Egy kis táncot még. I'm singing in the rain. Oké, rendben van. Köszönjük, gratulálunk. És természetesen Fodor Gábor úrnak, színtársulat vezetőjének, mikor lesz a legközelebbi előadás? Jelenleg a díszletek renoválása van, úgyhogy nem tudom mikor. Éppen, tehát szünet, köszönöm, foglaltok helyet. Mi pedig nézzük meg addig az ásztallért, amit most átadtunk neki. Ez a tehetségért jár azoknak, akik minket segítettek, és közben menjünk át gyorsan a telefax asztalhoz. Köszönjük, hogy segítettél minket szándékunkban. Mindenkinek jár, aki megengedte, hogy bemutassuk őt, hiszen nálunk nem önjelöltek szerepelnek, hanem mi választjuk ki a tehetségeket. Addig átadom Fekete Lászlónak is, köszönjük szépen, hogy eljöttél. Neked is jár az ásztalér. És íme érkezik az adományozó díszoklevél. Hát most aztán igazán kíváncsi vagyok. Melyet Csepel Ászának választott testülete nyújt át Szentes Ászának, Fodor Gábornak és társulatának. Hú, hát itt az egész társulat, tehát őrül. Légy szíves, Laci, add át Gábornak. Gratulálok én is. A társulat azt hiszem ezt majd egészséggel fogja kitenni a falára. Köszönjük az ajándékokat is, megérkeznek a fafaragók, egy mángorló és egy nagyon szép kép. És kérem a pincéreket, adjátok körbe a finom falatokat, mi pedig búcsúzunk mára. Sziasztok, legközelebb februárban jelentkezünk Cseperről. Hello! Kacagás leti be az osztályt. Itt most nem életóra van, mert az életnek ára van. Éj, kis kisasszony,